A COVID miatti kihagyás okán idén 7. alkalommal rendezték meg a papszülők találkozóját, ahol a pécsi egyházmegyei papok, diakónusok, szerzetesek szülei tölthettek együtt egy napot. Kovács Józsefné rendszeresen részt vesz a programon. De önök ez hosszasabb viaskodás után döntött végül is úgy, teljesen titokban dolgozott, és egyszer csak hazajött, és azt mondta, hogy anya, felvettek Esztergomba teológiára, és innentől kezdve már nem volt mit tenni, elfogadtam a döntését, és jól tettem, mert látom, hogy nagyon boldog. Én úgy látom, hogy ő szívvel, lélekkel, teljes odaadással csinálja. A siklósi emberektől én azt hallottam, hogy nagyon szépen összefogja a várost, a gyerekeket, nagyon sok gyerek jár azóta minisztrálni. Én is egyszer, ugye elég messze lakunk, de azért időnként eljutok én is, és meghallgatom a miséjét. És azt látom én is, hogy szeretik az emberek, és látom rajta azt, hogy boldog. A Kocsis család Szekszárdról érkezett, fiúk pedig diakónusként szolgál. Őt annak idején építőipari szakközépiskola Pécsre adtuk be. Na, röviden elvégezte, bevonult katonának, leszerelt. Azt mondja egyszer hazajön, hogy ő beiratkozna Pécsre, de az egyház megyébe. Először azt hittük, pap akar lenni. Örültünk, hú, de jó, menjen, fiam, menjen. Na, és akkor végül diakónus lett, és Szekszárdon teljesít szolgálatot. Nem is tudom kifejezni ezt a boldogságot és örömet, mert az előzmény az, hogy ő nagyon jó tanuló volt. Végig kitűnő tanuló volt, és itt a Pollákba járt iskolába, és ő, mint hitoktató, úgy azt kezdte el, mint hitoktatóként, és ott is annyira jó volt, hogy átjelentkezett aztán a főiskolára. Nagyon családcentrikus családban nőtt fel, és úgy látjuk, hogy ő is ugyanígy. Mind a jó Istenhez, mind az emberekhez a viszonya az nagyon jó. Cof Józsefné lánya és fia is az egyház kötelékében dolgozik. Az édesanyja azt mondja, úgy érezte, csak rövid időre kapta őket nevelésre, hogy aztán továbbadja az Úrnak őket. Először a pap fiam egyre csendesebb lett a Nagylőzs gimnáziumban, én próbáltam neki segíteni pályát választani, és egyszer csak mondta nekem decemberben, hogy anya, én pap leszek. Azért ijedtem csak meg, mert túl fiatalnak éreztem, és mondtuk, hogy végezzen el előbb egy iskolát, és utána menjen papnak, de ő úgy döntött, hogy rögtön megy. Nagyon elfogadtuk, és örültünk neki. És azóta is szurkolunk neki, hogy kitartson. Hát ő Németországba ment ki egy közösségbe, és azóta is ott van. A Szent Pál Székesegyházba szentelte a akkor még Ratzinger bíboros atya. És a Ferenc Eszeletes kislányomnál is úgy nagyon érett a hivatás, ő már hegedű tanár volt, és még Ausztriába ment ki, mert 89-ben még nem lehetett szerzetbe menni, és azóta viszont itt van, Bükszentkereszten van jelenleg, egy Betlem lelki gyakorlatos házat vezet, és orgonál, és gitározik, és hárfán is játszik most már, de nagyon elkötelezett szerzetes, hál' Istennek. Mind a kettőnek nagyon örülünk, és hát persze a 15 unokának és a most jövő 10. dédunokának is. 2013-ban indult el egyébként a pécsi találkozó, ugyanis az országos többnapos eseményt a Pest megyei Tahiban szervezik, a feljutás azonban sok már nyugdíjas szülőnek gondot okoz. Nagy szervező munka volt, mert semmiféle névsor nem állt rendelkezésre, tehát azzal kezdődött, hogy az összes létező egyházmegyés papot fölhívtam, akiről még gondoltam a kora miatt, hogy lehetnek szülei. Elkértem az elérhetőségüket, és aztán végighívtam a szülőket, és elmondtam ezt, hogy mit szólnának ehhez az ötlethez, és nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, mert az egy napot azt mindenki tudta vállalni. Sajnos éppen erről majd ma fogunk megemlékezni, hogy ez alatt a néhány év alatt már éppen 10 olyan szülő van, aki nem lehet velünk, és ebben az utóbbi 2 évben 6-an vannak, akik sajnos most már, ahogy mi mondjuk, ott fönn a nagy égi találkozón vesznek részt. És ami még érdekessége ennek a mai találkozónak, hogy felföldi püspök atyával először
vagyunk együtt. Az eseményen a szülők mellett papok is részt vettek. Nyúl Viktor úgy fogalmazott, a család nagyon fontos, az ilyen rendezvények pedig jó alkalmak arra, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot. Ez a szülők számára is, édesanyák, édesapák számára is nagyon fontos, megerősítő tapasztalat, és megosztják örömeiket, nehézségeiket, egy közösség formálódik, de nekünk papoknak, nekem személy szerint is fontos, hogy szüleimmel ilyen módon is találkozhatom, egy közösséget alkotunk. A család nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy ezt a közösséget így megéljük, papszülők, papok együtt. Úgy gondolom, hogy megerősítő tapasztalat ez, illetve imádkozunk egymásért. Ez a közösség imádkozik egymásért, nem csak a saját gyermekükért imádkoznak a papszülők, hanem a többi papért is. Bizonyos értelemben egy nagyobb családdá formálódott a papszülők és papoknak a családja. Felföldi László lélekemelő gondolatokkal köszöntötte a szülőket. A megyés püspök biztosította az édesanyákat és édesapákat arról, hogy bármikor fordulhatnak hozzá, ha segítségre van szükségük.